napot kívánok mindenkinek! Egy újabb kerékpáros túra veszi kezdetét. Ezt mondja, hogy Stari Hori Kast Polkanova. Ez a kis település itt, amit most látunk, ahogy igazából be tudjátok azonosítani, gyakorlatilag Beszterce bánya fölött vagyok, és ebbe az irányba fogok kifelé menni. Nem tudom, hogy ki az, aki esetleg ezt tudja, hogy ez hol van. Elmondom. Donovali, szlovák nevén. Dóval. Tehát egy síközpont az Alacsony Tátrának a nyugati átjárója, végül is délről északra vagy fordítva. És hát igazság szerint elég forgalmas az út, de remélem, hogy azért élvezetes lesz. Hát igazából itt nagyon nehéz megvárni azt, hogy autó szempontjából szélcsend legyen, vagy zajcsend, mert folyamatosan mennek az autók, tehát nagyon nagy a forgalom. Ez az út végül is Beszterce bányát és Rózsahegyet köti össze, Ruzomberok, szlovák nevén, tehát a másik oldalon a Ruzomberok van, és most egyértelműen akkor Beszterce bánya felől távolodok, tehát hagyom el Beszterce bányát, és hát kint egy picit közelítve már lehet látni egy kis felső tisztát, ami ugye végül is a síközpontnak, Donovalinak a helyét jelöli. Hát egyébként meg ilyen erdős, meg egyéb helyen megyek. Itt jobb oldalt most egy patak. Persze a híd átmegy, végül is a patak a bal oldalba. Hát szombat van végül is. A múltkor ugye a másik filmet, ami a Csertovicán ment keresztül, az vasárnapra felvéve, akkor azt mondtam, hogy ugye nem túl kedvező az időpont, mert hogy vasárnap, meg kirándulás, meg minden. De azt hiszem, hogy teljesen mindegy, mert már végül is a szombati nap is beletartozik ebbe. Hát nekem ez így most jött össze. Úgyhogy ez van. Minden esetre kellemes, hűvös van. Tehát ilyen maximum 20 fok körüli. És akkor vinnyereklám, vinomcsnye, ha minden igaz. Ott meg fent már a szikla. Lehet, hogy még túl messze van, nem tudom, hogy látta-e a kamera. Igazából így biciklizve nem nagyon tudok pontosan ráközelíteni. Na majd, hogyha olyan érdekesebb helyre érek, akkor újra előveszem a kamerát, most egy kicsit elteszem. Stari Hori. Hori az valami olyat jelent, hogy fent. Hostinyec, ugye az mindenki előtt tiszta kocsma, a magyar jelentése. Ehhez képest mondjuk nem úgy nézett ki. De hát. Hát egy
egy kicsike település. Parkoló, pihenő, stb. Rengeteg autó itt parkol. Szép templom. Fönt ott a szikla. Ott pedig már a magasabb fekvésű alacsony Tátrának egy részét lehet látni. Na, mindjárt megpróbálok kicsit jobb helyről. Megyen síjjel a jattal, a Honovarira. Ott ismételten fönt szikla van, de majd fogom tudni közelebbről is mutatni. Hát, egyedül jöttem most. Vállalkozás ide a Donovalihoz. Hát ugye az egész szonnét indult, hogy hát reggel 7 óra felé fölébredtem, aztán gondoltam, hogy megnézem, milyen idő van. Tehát a Szlovákiában egész napra gyönyörű napos időt mondott. Hát gondoltam, hogy kár lenne mondjuk otthon maradni. Még úgy is a vasárnap lehet pihizni. Hello. És gondoltam, nekivágok, tehát így már kimaradt az előzetes egyeztetés valamelyik kollégával, hogy nincs esetleg kedve jönni. Hát így is elég későre értem, mert ugye mire összeszedtem mindent, elég későn indultam. Hát végül is 11 óra elmúlt, mire ide kiértem. Ugye még akkor lecuccolni, bicikli előkészít, stb. Úgyhogy, tehát gondolom legalább egy 6-7 órán van a biciklizésre, úgyhogy az meg elég lesz talán, úgy gondolom. Itt van most már fölöttem a szikla. Kellett hagynom a mondókámat. Annyira jönnek ezek az autók, hogy a szél lekapta a fejemről a sapkát. Hát meg kellett állnom visszamenni a sapkámért. Na, szóval, de amíg már megálltam, akkor megmutatom itt tényleg a környezetet. Hát elég szűk kis völgy van itt. Sűrű erdő, jó hűvös. Szóval folytatom az utat. Hát nem tudom, mennyit lehet látni a sziklából, lehet, hogy semennyit. Nagyon be van itt fásulva, fával nőve helyesebben. Ebben emelkedni.
Itt is egy hatalmas sziklafal fölöttünk. Másik oldalba is. Természetesen ilyen kőfogógát, háló. Itt van egy mesterséges kis tó. Gáttal megfogva. Egész szép a színe. Ez is egy szép kis völgy, itt nem igazán lehet valószínű látni normálisan a nap, ez ugye szembe süt. Hát nem tudom, hogy látja-e a kamera, de biztos van fenn vagy 15. Kaplanos, ott repkednek a Donovali fölött. Megálltam vizet inni, mert azért meleg van, és hát akkor mutatok egy panorámát. Sajnos a közlekedés az nem csittult, mármint az autóknak a mennyisége, de ott meg már látszik a magasabb rész. Hegyekbe vagyunk. Egy kis visszatekintés a völgyre. Néhány perc és én vagyok a tetőn. Hát szóval ez már Donovali, és ha nem is a tetőn vagyok kint, de legalábbis a hágon. 12:38, hát egy óra hossza alatt értem ki. 22 fok van. És a nap az rendesen süt. Parkoló tele van autókkal. Hát itt éttermek, panzió, szállodák vannak, eléggé felkapott turisztikailag. Ott vannak fönt a paplanosok, meg amott is. Ott már éppen hajtogatják össze. Ez itt a túloldal Rózsahegy, van lent, mint város, ott egy szép nagy hegy. Nagyon szép, egészséges, fenyves mellett gurulok itt, de hát igazából kamerázni itt lefelé nem a legbiztonságosabb. Úgy kommentál nélkül. Csak azért, mert jó néz ki.
biciklizett már ilyen helyen? Hegyek, erdő, szél. És még lehetne sorolni a jellemzőket. Az óriási szabadságérzet. És hát minden pillanaton szinte mutatkozik valami új. Talán mind a mellett, hogy mondjuk az ember, de itt egy kis patak, mind a mellett, hogy mondjuk az ember képes kitekerni különböző hegyekre, meg hágókra, meg mit tudom én, meg aránylag nagy területeket képes bejárni biciklivel, de az igazi szépségét talán pontosan a természet az, ami meghatározza, ami igazából vonza, húzza kifelé az ember. Persze nem mindenkit, van akit a pecázás, meg mit tudom én, különböző más elfoglaltságok visznek ki a természetbe, mindegy egyébként, hogy mi. Én a magam részéről úgy vagyok vele, hogy én sokáig nem nagyon tudok egy helybe létezni. Nekem kell az, hogy menni tudjak, de nem is igazán föltétlen az autó, vagy ilyesmi, vagy a motorkerékpár, hanem a bicikli, konkrétan a bicikli, amikor az ember mondjuk, hogy is mondjam, a saját terejére támaszkodhat, és mondjuk egy bicikli már kellően gyors ahhoz, hogy aránylag nagy területet járj be, de nem nagyon gyors ahhoz, hogy a táj az térképé váljon. Tehát van időd megfigyelni, van időd észlelni, érezni a környezeted, a körülötted lévő dolgokat, és talán pontosan ez ami nagyon vonz a kerékpárhoz, vagy ami vonzó a kerékpározásba, a biciklizésbe. Úgy emlékszem, hogy errefelé is vannak az hegyek. Kimegyek, megnézem. A legelőször valami kajáló helyet kellene keresni, mert úgy gondolom már kajálni kéne valamit. Hát mondhatnám, hogy végigjöttem egy kis falun, de még nem jöttem végig. De már biztos jöttem vagy 4 kilométert. Litovszki Oszada nevű település. És még mindig arra kifelé akarok menni. Nem tudom, hogy körülbelül hány kilométerre van fönt a hágó. Minden esetre megnézném, itt viszont van egy pizzéria. Zatyi Bazant névre hallgat, hát ha van pizza, akkor bemegyek és eszek, mert tényleg most már lassan üres a tank. Szóval erre kifelé, vagy 2 kilométerre van körülbelül egy hágó, 1100 méteren. Hát úgy gondoltam, hogy addig kimegyek. Sajnos mindössze egy kofolát tudtam venni. Pizza majd csak 4 órakor lesz, vagy valami ilyesmit magyaráztok. Úgyhogy még ki kell bírni, hogy kimegyek, meg legurulok. Meg... Ja, és ez nem
nem Oszoda, illetve hát Oszodának Oszoda, mert ugye az települést jelent, mert nem Liptovszki Oszoda, hanem ez már Luzsnya, ha jól mondom. Na mindegy, egész jó kis hosszú falu, rengeteg ilyen faház van benne, de nagyon sok elhagyatott. Hát ezek a hosszú egyenesek kegyetlenek tudnak lenni, de a fák azok szépek, és még nem vagyok kint, ki tudja, hogy hol van még a vége. Hát jó. Az ott szemben, hát nem tudom, talán már a nagy fátra. Ez még itt a körbemutatom. Ez még a alacsony Tátra. Hát még azért vannak magaslatok. Talán az a Tiszlá. Nem tudom pontosan. És itt lesz a Nyereg nem sokára, vagy hágó, átjáró. Kinek hogy tetszik, válogasson. Hát jó hosszú volt itt kifelé ez az egyenes. Ott volt benne egy hajlás. Azt remélem, hogy a hágó túloldalán esetleg lesz valami látvány. De majd meglátjuk. Kiértem a hágóra. Körülbelül 1100 méteren vagyok. Ott visszafelé ott van az alacsony Tátrának még egy jó, hatalmas, kiemelkedő hegy része. Innét meg az a baj, hogy erdőbe megyen lefelé az út, tehát valószínűleg, hogy jó, le kellene menni, vagy ki tudja, hogy meddig. Ami már most ugye nem fog megtörténni. De végül is így sem maradok látvány nélkül, mert itt az oszlop mellett, talán egy picikét ráközelítve, ott azért valamilyen szinten lehet látni a Tátrát. Remélem, hogy a kamera is látja. Hát itt valószínű, hogy jó le kéne forogni itt a völgybe még, hogy megnyíljon itt a Liptói völgy, de hát az már most tényleg nem fog menni. Na hát ennyi volt. 45 kilométert jöttem idáig, visszafelé ugyanannyi lesz természetesen. Egy különbsége, hogy ide két nagy egyenket kijönnöm, visszafelé viszont két nagy hegyen gurulok, és egy nagy helyet kell kimásznom, hát ennyi a különbség. Hát szóval, na, ez van. Még nézek egy kis málnát, talán lesz. Meg láttam itt a közelbe egy kis áfonyát is, de hogy találok-e rajta szemet, azt nem tudom. Szóval egészen pontosan az ott a Velka csocsula, és az 1750 méter magasan van. Itt 1100-on vagyok, tehát 700-on magasabb, mint ahonnan én nézem őt. És végül is a Tisztá, meg a Szalatin, az valahol erre vannak, ők olyan 1600 méteresek.
Hát most a könnyebb része jön a dolognak, végül is a gurulás, de mondjuk aki huzamosabban már gurult biciklivel, az tudja, hogy ugye mind a két féket kézzel kell húzni, és egy idő után bizony az embernek a keze hát jó elzsibbad, főleg hogyha mondjuk filmezni is akar, akkor ugye egy kéz, ugye a fékelés, egy kéz a kamera, és hát tényleg jól tud zsibbadni a kéz, viszont a látvány véget mondjuk megéri bevállalni, hogy kamerázon az ember. Hát jó hosszú gurulás lesz. Lassan elteszem a kamerát is. És most már tényleg azt kellene nézni, hogy valami kajálási lehetőséget, mert na most már minden tartalékom lassan elfogy. Hát onnan fentről valahonnan gurultam le, és viszont megálltam azért, mert egész jó néznek itt ezek a sziklák. Itt meg azt mondják, hogy Dovidjenje, Liptovská Lužňa, és a vadász 20 centiről lelövi a medvét. Azta! Itt meg jön ez az érdekes motorbicikli. Elő két kerék. Jó néz ki. Hát körülbelül olyan 700 méterig gurultam le. Persze folyamatosan gurul most is még a bicikli. Ott bent van egy kis patak. Meg ilyen jó kis zöld rét, vagy legelő, vagy nem tudom. Jó, kellemes út szakasz. Ott bent, ott megyen a patak. Remélem lehetett belőle látni valamit. Nagyon szép fenyők. Éppen egy jó kis hűvös rész, árnyékos. Hát még nem tettem el a kamerát, csak azért, hogy esetleg meg tudom mutatni a patakot. Ott talán. Itt közvetlen az út mellett észrevettem egy kis forrást. Hát egész jó ki van építve, meg tiszta víznek tűnik, úgyhogy szerintem akár még inni is lehet belőle. És mivel hogy már nincs hideg vizem, valamennyi meleg van, de hideg az nincs, hát nincs mit tenni, megpróbálom. Szóval a helyzet az, hogy vírus bacit nem éreztem rajta, egyébként nagyon jó hideg, úgyhogy vételeztem belőle másfél litert, egy darabig nem melegszik meg, gondolom.
Egyébként Liptovszki Poszada mellett vagyok, tehát ha ne adj Isten valaki erre jár, akkor és kifele megy Luzsna felé, akkor tudja, a bal oldalban van. Egyébként elég szép fekvésű ez a kis település. Hát hegyek, sziklák, meg minden, ami létezik, gyönyörű zöld legelők. Hát olyan igazi már-már alpesi jellegű. Persze az igazi nagy hegyek elmaradnak azért. Ilyen előhegyeknek tűnő terület. Hát jó néz ki. És azt hiszem, hogy itt van valami fürdési lehetőség is. Elég fölkapott hely ez, mert hát ugye látható, hogy ilyen kisebb, nagyobb vikendházak, nyári lak, meg nem tudom minek mondjam. Tehát egyértelmű, hogy az üdülő területre jellemző maga a kiépítése a faluna. Jöttem egy pizzériába, rendeltem egy rusztikus pizzát, kofolát természetesen. Hát nem tudom, hogy mennyit bírok belőle megenni, valószínű, hogy meg fog állítani akár a fele is. Egyébként megkóstoltam, jó. Finom. És az egész egy, hát egy ilyen sima épület, hátsó udvarában van, nagyon szépen le van nyírva a fű, itt van kialakítva ilyen kerthelység, egész jól néz ki. Hozzáteszem egyébként, hogy nem vagyok nagy pizza rajongó. Ezt is végül is csak azért választottam ezt a helyet, mert ide be lehetett hozni a biciklit, tehát kint nem szívesen hagyom, nem szeretném, hogy elvigyék, vagy egyéb más probléma legyen, úgyhogy most pizza a menü, aztán ennyi, kész. Szóval az egy gurulás az megvolt, Liptovszki Oszadában megvolt a kaja, továbbra se vagyok pizza rajongó. Mindegy, hogy mi minden van rajta, de végül is, hát nem lehet mondani, hogy annyira íz világa olyan, mit tudom én, fenomenális lenne. Olyan semmi, olyan jó, ettél valamit, nem vagy éhes, kész. De nem veheti fel a versenyt egyetlen normális étellel se. Helyzet, hogy jelen pillanatban már megkezdődik az emelkedő, tehát ugye amit beszéltem, elmondta az előbb, hogy egy emelkedő lesz benne, tehát ki kell menni végül is. Jönnek az autók, figyelnem kell, itt már mögöttem is vannak. Azért hagytam abba a mondandómat. Szóval Donovalira még ki kell menni. Aztán utána újból gurulás. Hát olyan 6 óra felé leszek ott az autónál, gondolom. Hát itt egész szépek ezek a kis legelők, rétek, gyönyörű zöld. Mondjuk eső is volt bőven, úgyhogy valószínű, hogy annak köszönhetően, de egyébként is biztos itt azért mindig ilyen. Úgyhogy hát egyelőre ennyit tudok mondani, aztán majd ha kicsit kijebb érek, ami esetleg látványosabb lesz, akkor azt megint megmutatom. Sajnos nagyon-nagyon sok az autó, éppen most van egy kis
szünet közte, de már jönnek is. Szóval így délután hát teljesen másokból kell óvatosnak lenni az autókkal szemben. Ugye ők azért csak erősebbek, még biciklisek hozzájuk képest nagyon gyengék vagyunk mindenféle szempontból. Elég, ha egy picikét meglöknek, már komoly sérüléseket lehet összeszedni. Szóval a lényeg az, hogy egészen másokból kell most már óvatosnak lenni, ugyanis délután van, este felé, hazafelé igyekeznek, fáradtak, már esetleg nem lép a fékre, hogy egy kicsit bevárja, hogy a szembejövő elmenjen, most már bekockázta. Szeretne minél hamarabb otthon lenni. Elfáradt. És akkor persze, ugye kockáztat, mégpedig len azt, hogy gyakorlatilag közel kerül hozzád, mert hát ugye minimális távolságot tud tőled tartani. Hívva, hogy szembe is jönnek. És hát ugye itt már jön az a fáradtság faktor is. Beleszól a dolgokba. Tehát figyelni kell a tükröt, csak okosan szabad biciklizni. Ugye azért mondom, hogy ez más, mint a reggeli vagy délelőtti, mert reggel még azért fittebbek, figyelmesebbek, még nyugodtabbak, még bár akkor is ugye van, aki nagyon rohan, és nem igazán sokat foglalkozik semmivel, csak hogy minél hamarabb elérje a célját, de talán azt mondom, hogy délelőtt még úgy még talán nagyobb bizalommal lehet az autós világot kezelni, mint ilyenkor délután. Úgyhogy tehát nagyon kell figyelni. Ugye szép hely, meg eszméletlen sok a látnivaló, de okosan kell közlekedni. Mindig a fülnek, szemnek ott kell lenni, hogy mi jön mögüled, mennyire húzódj le. Ugye a tükörben látom azt, hogy ki milyen oldaltávolságot tart, és hát aszerint húzódok le. Itt meg jön lefelé a patak, ugyanis egy híd volt itt. Hát ez az oldal, azt hiszem, hogy ez rövidebb lesz, mint a másik, tehát nem olyan hosszú innét kiérni a hágóra, a tetőre. Nem tudom, mikor leszek kint, ugye a gurulásból nem nagyon lehet következtetni, meg egyébként se figyeltem oda. Tehát nem tudom, hogy hány kilométer, meg ilyenek. Hát néhány kilométer lehet. Én olyan 5-6 kilométerre satszolom a hágót. Az azt jelenti, hogy hát egy olyan maximum 25, legfeljebb 30 perc. Attól függ, hogy tudok haladni. Van itt mellettünk egy bicikliút. Közvetlen itt a főút mellett halad. Csak hát az a helyzet, hogy hát ilyen murvás, kőzúzalékos terítéssel. Itt egyébként valamennyit lehet belőle látni. Nem igazán lehet rajta haladni. Nem szeretem. Jobban kedvelem az aszfaltot. Persze természetesen, ha úgy van, kimegyek a földútra, meg ilyenekre, de akkor azt úgy tervezem meg azt az utat. Itt folyik a folyó. Igazából patak.
fantasztikus fölgy volt, remélem látta a kamera. Gyönyörű legelő. Na mindegy. Megint jönnek az autók. Hát már nem sokára kint vagyok. Úgy gondolom. Húzzák neki 1000-rel. Na megálltam egy kicsit, a hűvösben nagyon meleg van. Jó is, hogy megálltam, mert itt visszafelé nézve még lehet látni ezt a magaslatot. Ebbe az irányba kell mennem. Hát körülbelül még 800 méter, 1 kilométer körül van a tető. Hát már azt nem lesz nehéz kipedálozni. Itt meg mellettem az erdő. Hát visszakiértem a Donovalira. 17 óra 18 perc. Hát még 20 kilométer lejtmenet. Tehát innét már gurulás következik. Veszterce bányáig. Egy szlovák nevén Banska Bystricáig. Úgyhogy hajrá! Teherautóknak 40-nel ajánlják a lefelé jövet sebességét. Valaki ma elhagyott valamit, padarat. Banska Bystrica 20 km. Hát megérkeztem. Az autó itt van. Felpakolom a cuccokat. És 2 óra autózás következik. Hát én azt hiszem, hogy egy jó napot töltöttem a biciklin. Nagyon kellemes volt. Jó, ki lehetett fáradni. Hát olyan 90 km. Amit megtettem, a szint azt nem tudom mennyi lehet. Nem is lényeges. Különösebben. Itt meg egy jó pofa, almafa van, úgyhogy ezt meg fogom kóstolni. Szóval, lényeg, hogy ezzel befejeztem. Még ott, még egyszer meg mutatom záróképnek azt a sziklát.
aztán elköszönök tőletek. Remélem, hogy tetszett a film. Szóval lényeg, hogy Isten veletek, szervusztok!